Tóth Andi vagyok, a háztartásom hulladék nélkül blogírója, és a Dobd ki a szemetes című könyv szerzője. A célom, hogy megmutassam a környezetemnek és egyre több embernek, hogy hulladék nélkül, vagy legalábbis minimális hulladékkal is lehet vezetni egy háztartást, hiszen ez mindannyiunk érdeke, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk. Ennek érdekében elindítottam a blogomat 3 évvel ezelőtt, amelyben a saját tapasztalataimat osztom meg az ismerőseimmel és az olvasókkal, illetve elindítottam egy közösségi csoportot is, ahol mára már több mint 20 ezer tag követ nyomon, és adják egymásnak a tapasztalatait azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet a háztartási hulladékot minimalizálni. Ezzel kapcsolatban jött létre a könyvem is, ami tavaly október végén, 2018. október végén került a könyvesboltokba. Jelenleg az e-könyv verzión dolgozom, és bízom benne, hogy nagyon sokan meg fogják nézni, és erre az útra térnek, átállnak erre az életmódra, hiszen azt gondolom, hogy a mai világban, ahol a szemét mennyisége olyan méreteket öltött, hogy lépten nyomon azzal szembesülünk, hogy mekkora károkat okoztunk eddig a Földünknek, és a jövőnk milyen szinten van veszélyben, mennyire veszélyeztetettek a gyerekeink is. Bízom benne, hogy egyre több ember átáll erre az életmódra, és rájön arra, hogy ez nem bonyolult, nem igényel se több időt, se több energiát, viszont annál többet nyújthat nekünk, és még többet nyújthat a gyerekeinknek. Tapasztalataimat nem csupán a blogban olvashatjátok és a könyvemben, hanem videókat osztok meg. A Facebook közösségi oldalon is saját oldalt vezetek, ahol folyamatosan mutatom meg a mindennapjainkat, hogy élünk mi, a gyerekek a családban hogyan alkalmazkodnak ehhez a helyzethez, mennyire tartják ők, illetve mi nehéznek bizonyos lépések megtételét, mennyire esik komfortzónán túl, amikor valamilyen alternatív megoldást kell, hogy bevezessek a háztartásunkban. Köszönöm, hogy meghallgattatok!